mindössze 50 évig tartott az, hogy az Isten temploma elért ilyen nevezetes növekedést. Isten temploma Koreában kezdődött, keleten a föld utolsó részén a Biblia jövendőlése szerint. 1948-ban Krisztus Ahn Hong kezdte hirdetni az evangéliumot. Csodálatos Korea, csodálatos Isten temploma. A világ kiáltása és jó hangulata tartalmazza a kívánságot Isten templomára. Korea az evangélium új bölcsője lett, és Isten temploma az evangélium új szent földje lett. Most hová haladnak az emberek keresni az Isten templomát? Ó nap, kelj fel! Ó hajnal, törd a sötétséget! Nyiss új napot, és készülj új reggelre hangosan! Egy országban, ami keleten, a föld utolsó részén van. A Szent Város Isten temploma megvilágosítja az egész világot.